Üdvözlöm Önöket! Brandenburg Berta Emma vagyok, és az Iskola Híradó negyedik adását láthatják. 2023. január 21-én rendezték meg a központi írásbeli felvételit. A mi iskolánkban tanuló 8-os diákok közül szinte mindenki a gyömrői Teleki László gimnáziumban írta meg. Az írásbeli felvételit, megírását minden tanuló 10 órakor kezdte el. Elsőként a magyar felvételi feladatlappal kezdtek. Ez szinte senki számára nem volt megerőltető, hiszen egészen könnyű volt. Ezután mindenki neki látott a matematika írásbelinek, amely már mindenki számára jóval nehezebb, megerőltetőbb volt. Miután végeztünk, mindenki elindulhatott haza, és a rákövetkező pénteken tudhattuk meg az eredményt. A mi iskolánkban sok gyerek ért el nagyon szép eredményt, és köszönjük a felkészítő tanáraiknak a segítséget. A kultúranapi vetélkedő iskolánkban január 23 és 24-én került megrendezésre a felsősök számára. Az osztályok 4 fős csapatokat állítottak, hogy megmérettessék magukat. A programok olyan színesek voltak, hogy a versenyzők egy percig se unatkozhattak. Mindenki egytől egyig élvezte a játékos feladatokat, melyek persze igényeltek egy kis tudást is. Volt, amikor hungarikumokat kellett felismerni, a himnusz szövegét kellett kiegészíteni, vagy éppen megbecsült költőnk, Petőfi Sándor híres vagy kevésbé ismert versét kellett egy-egy személynek úgy elmutogatnia, hogy a csapattársai felismerjék azt. Ebből a néhány példából elképzelhetik Önök is, hogy milyen vicces, pörgős és jó hangulatú lehetett ez a verseny. Hosszú idő óta a 2022-23-as tanévben február 17-én ismét közös farsang került megrendezésre a felsős diákok között. A járvány miatt már rég nem tarthattunk közös mulatságot, de idén a tanulók nagy örömére ismét együtt szórakozhattunk. A délután első felében az osztályok mókás előadásait tekinthettük meg, majd következett a tombola sorsolás. Az összes jelmezés előadás nagyon jól sikerült, különösen a tanárok által bemutatott buhúzat. A délután hátra lévő részében Matyi bácsi jóvoltából jöhetett a diszkó. Az alsó tagozatos diákok számára osztályszinten került megrendezésre a farsang. Mindenki nagyon jól érezte magát, és köszönjük minden szülőnek is a közreműködést. Iskolánk idén másodszor vett részt a Bújai Természettudományi Csapatversenyen. Ebben az évben már az első 3 körzeti helyezett jutott tovább az írásbeli döntőbe. Majd onnan az első 6 a szóbeli döntőbe. A körzeti fordulón jó eredmények születtek, emellett a 8-os tantálék csapat tovább jutott az országos írásbeli fordulóba is. Itt bekerültek az első 6 helyezett közé, akik a szóbeli döntőbe küzdöttek meg egymással. Egy nehéz országos megmérettetés után a 2. helyen végeztek, ami nagyszerű eredmény. Gratulálunk minden csapatnak! És köszönjük a felkészítő tanáraiknak is! A gyömrői Vörös Sándor Általános Iskola idén március 21-én rendezte meg a városi matematika versenyt. A versenyen logikai, geometriai és szöveges feladatokat kellett megoldani. Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el. Az 5. és 6. évfolyamban is iskolánk tanulói vitték el az 1., 2. és 3. helyet is. A 7. és 8. évfolyamon pedig 1. és 2. helyezést ért el az iskolánk. A versenyzők egy élménnyel, a helyezettek pedig egy kis ajándékkal is gazdagabbak lettek. Mindenkinek gratulálunk remek teljesítményhez. Mint minden évben, idén is az 5. évfolyam mutatta be a március 15-i műsort. Az előadást március 14-én tartották az iskola diákjai és tanárai.
jól kidolgozott, emlékezetes zenével és énekkel ellátott előadást láthattunk. Köszönjük a gyerekeknek és a tanároknak! Idén 2023. március 4-én került sor a Terrorháza Múzeum látogatására. Odabent rengeteg történelmi érdekességet figyelhettünk meg. Láttunk tankot, szobrokat, egy szobában pedig a szőnyeg volt maga a térkép. Emellett betekintést nyerhettünk a magyar diktatúrák korába. Ezután lesétáltunk a Hősök terére, és ott töltöttünk el egy kis időt. Minden gyerek nagyon értékelte ezt a kirándulást, és köszönjük Tóth Matyi bácsinak ennek megszervezését. Tanáraink ebben a tanévben háromszor vettek részt Erasmus továbbképzésen. Az első 2022. októberében zajlott, Renáta néni és Erdély Andi néni Dublinba egy nagyon jól megszervezett, színvonalas és hatalmas képzést kaptak. Másodszor Nóra néni és Gábor bácsi utazott ki Dél-Olaszországba november végén. Megismerkedhettek az ottani kultúrával, és rengeteg tapasztalatot is szerezhettek ez idő alatt. A harmadik, egyben az utolsó úti célja Edina néninek és András bácsinak Spanyolországon belül Barcelona volt. Itt elsajátíthatták, hogy lehet a művészetet és a történetmesélés technikáját alkalmazni a nyelvtanulás során, a diákok motiválására, illetve egy kis pszichológiai képzést is kaptak. Az Iskola Híradó 4. adása ezennel végéhez ért. Viszontlátásra!